Köszönöm szépen mindenkinek, aki megvárta ennek a gyors szünetnek a végét, amennyire csak lehetett, siettem, és pontosan onnan folytatjuk, ahol előzőleg abba hagytuk. Megyünk éppen egy gyógyszer beszerző körútra. Nem tudom, ez valami többszintű mellékküldetés első küldetése lesz, ha jól gondolom. Egy-két jól irányzott lövés már is... Ajj, az belefutott az a csávó, nem? Egy kicsit. Egy-két jól irányzott lövéssel megtisztítjuk a... Hoppá, nem kellett volna kinézni annak sem az utcákat. Kellett volna felvennem amúgy valami ellátmányt, mert eléggé le vagyunk gatyásodva belőle, de mindig meglátjuk, megkeressük, hogy mit lehet itt találni. Nézzük már is, van egy-kettő rossz arc. Én azokat szeretném mindenképpen intézni, akik shotgunnal rendelkeznek. Ó, de várjál, ez most... Ez furcsa volt, hogy ez a csávó, nem? Az így rögtön meghalt. Nem annyira sok a sniper lövedéken viszont, az arra fog kijönni. Ja, meg vagyunk vele. Keresd meg az orvosi ellátmányt, ez lesz itt a küldetés, valami kék cuccat is eldobtak a fiúk. Nézzük, hogy miféle, klasszikus, nem? Ez valami metál izé lesz, ugye? Sniper gondolom. Dobott medkitet, az nagy királyság. Szeretred cuki és holszám animéket? A izé volt nagyon jó. Ja, Istenem, mi lehet annak a címe? Amikor a srác kalligráfus és elmegy ilyen Slice of Life anime. Ja, és akkor most rögtön mehetsz a másodikra, mert itt folyton menni kell. És egy szigetre megy, mert hogy nem akarják felvenni szerintem a kalligráfiai, nem tudom micsodába. És azért elmegy erre a szigetre, hogy gyakorolja a rajzolását ezeknek a szép kanjiknak, ugye. Vagy hát nem rajzolás, az írást, érted? Csak ott nagyon komoly szabályok alapján működik ez a dolog, és ott bele... Blue period? Nem tudom, hogy mi lehet vajon. Ne verd azt a csávót, majom! Fogalmam sincs, hogy angolul mi lehet. Japánul se tudom, persze. Hát nagyon régóta nem láttam. És tudom, hogy végignéztem el. Szép headshot, nagyon jó. Shotgun? Az volt, az lett volna. De az nagyon kis cukker volt szerintem. Meg ami még nagyon-nagyon jó, az a sárkányos, amikor egy másik dimenzióból megjönnek ezek a lányok, akik át tudnak alakulni sárkányá, és akkor valamilyen teljesen kicsit ilyen visszavonult, ilyen átlagos 30-as dolgozó nő, aki egyedül él, kb. Csak egy macskája van, vagy valami ilyesmi, nek a házában veszik be magukat, és akkor ott, vagy hát tudod, ez ilyen nem házas, hanem egy albérlet. Miket nem nézel? Hát az egyszerűen rohadtul jó. Hát és annyit lehet röhögni rajtuk, hogy kitalálnak mindent, mert ők sárkányok, tehát nem... Na mindegy, a lényeg az, hogy ráveszik a csajt, hogy akkor kicsit mozduljon ki, meg ilyenek, és az is ilyen teljesen Science of Life, nem is ismerős. Hát pedig ezek már ilyen 6-8 éves animék szerintem, amiket most mondok. A szitett képben vagy? Ó, Istenem. Annyira szeretném, hogyha eszembe jutni, de ez már nagyon-nagyon régen volt, amikor ezeket néztem. Ez egy jó lövés volt ott az üvegen keresztül. Annyira király, hogy az üveget így átlövődések. Hoppá, headshot beperget. Aj. Aj, barátom. Hát neked nem sok jó. Aj, de gyönyörű. Még a végén megtanulok célozni. A mikro mozdulatokat kell elsajátítani. Szerintem tisztíts meg a területet, az ellenségtől védd meg a szövetségeseid, jó? Új, az a láblövés! Védd meg a JTF tisztet. És nem teljesen vágom, hogy melyik küldetésben vagyunk. Ez a második gyógyszerbeszerzős küldi lehet? Eddig értelmesen haladunk viszont. Kobayashi, igen, a Kobayashi, Istenem, de jó. Hát azt nagyon ajánlom. Az, igen, a Kobayashi. Azt mindenképpen nézd meg, ha teheted. Hát
ezeket Réka fogsz ezt fejből nyomja, persze. Hát ő vágja ezeket, nézi napi szinten. Jól is teszi egyébként, de persze. Képben kell lenni azért. Dobjuk le a teretet, mert látszik, hogy jönni akarnak, csak nem értik még, hogy mi lesz a taktikájuk. Na jó, azt hiszem egy healinggel fog most szállni. És akkor egy JTF-10 lehet, hogy többet tud mondani majd a gyógyszerre. Szóval én azt hittem, hogy az állomásokon keresztül kapjuk majd az XP-t, nem csak úgy, hogy egy-egy küldetés teljesítésével kapsz valamennyit. És hogy érted, hogy nem csak a legvégén, azt hiszem. Aha, ez egy találkozás volt, amit teljesítettünk, ez full random jött be, oké. Elveszünk mindent, amit innen tudunk, lehet, hogy be is kellene menni erre a területre. 92 méter akkor a gyógyszerbeszerző. Jaj, nagyon szeretem ezt a játszást, hogyha én elkezdek vele nyomulni, akkor ezt nagyon sokáig tudom bűzni. Nem is fogunk ma aludni. Így jöttem, most nyomom, kész. Mindenképpen tedd listára, tutira jó lesz. Hogyan lehetett ezt elmisszálni? Megoldott. Jaj! Na azt mondjuk nem tudom, hogy sikerült. Lőszerből kellene nekünk valahogy még találgatni. És akkor ez itt lesz? Nem, azt hittem, hogy lefelé megy. TR-ben is vannak kedvencek? Mi az a TR? A Tomb Raider? Utassunk itt is, hát ha kinyitás. Nem, ez csak valami szövet, aha. Szövet is jó cucc, hogyha valamit craftingolni akarsz. Tokyo Revengers, ezt nem hallottam még. A bosszú álló tókiójak. Harmadik küldetés következik. Ugye hát megvan a szintlépésünk is akkor. És ez arra felé megy, aha. Pedig bírtál free rendel leállni? Jaj, a dogók itt játszanak, de aranyosak. Ezt nem hallottam még, ez miféle anime? Rohadtul veszélyes ez a környék. Második rész teljesítve. És mit ad? Hadd, mire elérek a harmadikig. Hoppá, hoppá, hoppá. Azt mondta, hogy tűnjek el a törfikről. Shotgun Géza. Az baj. Húzza, nem húzza le. Hoppá. Abba majdnem baj lett. Ő az utolsó elvileg. Már lilák? Ó, maga alá dobta. De jó volt. Szóval ezeken a lilák ellen már lényegesen nehezebb üzleni. Már nem ugyanazok vannak itt, akikkel eddig találkozhatunk. Átvette a vezetést a My Anime Listen legjobb értékelésű. Az komoly. Megvan a harmadik. Ennyi, és akkor megkapod az XP-t. Ááááá, király. Erdész fegyvert okütötte markunkat. Hát ez egy három lépcsős mellékküldetés volt, és hogyha most körbenézünk, akkor a következő mellékküldetés az itt lenne fent, biztosítani kell a Kivsbay jelenlem ellátmányt, ezt meg is lehetne csinálni. Kruger Mike cimborája még mindig nem adták fel a jelek szerint. Lövöldöznek a derék emberekre, akik az ellátmányért mentek. Jó. Akkor menjünk aztán, akkor nézzünk rá. Mögöttünk egy JTF, vagyis egy előttünk egy JTF, de mögöttünk meg enemik voltak. Ezek remélhetőleg feltartóztatják majd őket. Én a kiszed abban a lelki nyomorban be Jujutsu Kaisen pakol. Milyen az a Jujutsu Kaisen? Meg lehet, hogy nem is Jujutsu, lehet, hogy Jujutsu, lehet, hogy... Nem, a Jujutsu az
Nem tudom, hogy ejtik? Lelki nyomor. Az nem hangzik annyira szuper mód. Incoming hostiles, de hogy? Jaj, hogy innen! Haver! Most felrakom akkor oda, jó? És ezek nem is tudták, hogy itt vagyok, de tudják. Már mennek az ellátmányért, ugye? Ó, barátom. Szar helyre dobtam akkor viszont. Mondjuk így most jó, hogy mögöttem is ott vannak. Még nem pirizgálja az ellátmányt, úgyhogy még jó lehetek. És... aha, ők azok. Supplies taking fire, dehogy is. Dehogy is, most miért mondod? Ez volt az első. Na most akkor menni kell tovább? Ó, Istenem, a töretem nagyon hülye helyen van. Szedjük szét. Ez lehet, hogy itt belül van. Nem, az ott van. Lövöldözhetek már rá, légy szíves, hát látjátok, hogy emberek jönnének, ennének abból. Ez itt a mi városunk, na várjál. Tudod dobni gránátot? Ez milyen hatással van vajon, ez összezavarja őket? Ó nem, hát engem zavar össze, hogy mennyire nem tudok lőni ezzel a fegyverrel. Inkább a sniper, mert az... ilyen egyszerű titanáció. Jó, azért ez így sokkal jobb. Szemből jönnek megint? Ha szemből jönnek, ha nem. Aha, innen kezdenek el szaladni akkor. Ezt nem tudom, hogy hogy nem lőttük hátba. Mi történik éppen? Ez még bújócskázunk. Ó Istenem, hát kénytelen, tehát képes vagyok arra, hogy mindent félrelüljek. Annyira béna vagyok most a kontrollerre, bocsássatok meg, hát nyilván sokkal többet kellene lövöltözni kontrollerre ahhoz, hogy értelmesen tudja küzdeni. Legalább annyi, hogy nem szinten felül vannak. Az jó, hogyha begyakoroljuk egy kicsit a végkifejlet előtt ezeket a lövöldözéseket és küldetéseket, mert lesz itt még baj. Nyugodtan térítsek a csetet, én nem bánom egyáltalán. Szórakozzatok jól, mert én itt el vagyok magamban. Na, ezzel meg is volnánk. És ott is van a szintlépés level 26. Így már azért egy kicsit nagyobb biztonsággal mehetünk talán a következő főküldetésre, ezért csináltuk meg ezt. Elméletileg, hogyha itt vagyunk, akkor hogyha ide spónolsz, akkor mehetsz egyből erre a főküldire. Jó, összeszedjük magunkat gyors utazással, és megyünk rögtön nyugati irányba onnan. Tök jó volt, hogy az itteni mellékküldik közül egy csomót megcsináltunk, és ami közben jött ilyen random encounter, azokat is teljesítettük, szerintem hamarosan már a fullos bázisunk is meg lesz. Szukuna miatt kezdtem el az egészet, baromira csalódás volt, alig volt benne. Micsoda? Hogy mire várok? Hát esetleg fegyver, ha volna. Ez biztos, hogy jobb, mint az én pisztolyom, ugye? 23-as. Annyival nem sokkal jobb. SMG, fekete piaci AK. Hát ez a mesterlövész, a gépkarabé helyére, aha. Ez lehet, hogy nem rossz. Bár a 24-es sem béna. DPS-t ilyenkor lehet számolni esetleg? Ezt nem szokta kiírni. És az SVD, az pedig ugye a mesterlövésznek a helyére menne be. Hát nem jó, mert ez szuper gyorsan tüzel. Mondjuk az lehet, hogy nem is szar. 10-es tár, gyorsabb tüzelés, pontosság, sebesség, visszarúgás királyabb rajta. És ez mi volna ez? 26-os szintű gépkarabé? Ah, itt már kijönnek a különbségek, ugyanaz, csak jobb. Jó, ezt megvesszük, ezt mindenféleképpen. És fel is szereljük akkor oda. Lehet venni ilyen torkolatféket, visszarúgás csökkentése, megveszed persze. Játékhoz nem értek, csak jöttem hallgatni. Hát én teljes mértékben bele vagyok itt merülve a dolgokba. Elnézést.
eszköztár azt mondja, hogy na, akkor ide kell ránéznünk, ugye, és akkor ami nincs használatban, arról le kell venni a modokat. Szedjünk le mindent. Ja, hogy ezt rakta fel? Lehet, hogy nem is volt torkolatfék rajta amúgy. Javított célzó gömb, ez melyik fegy? Ez a mesterlövész puskám volt? Ó, hogy a fenébe. Várjál. Na mindegy, akkor veszünk egy snipert is tőle, és akkor azt is felszereljük. Ezt kellett volna leszedni. Ennek nincs értelme így. Ez Franco volt, hogy a rossz helyre tette be. És akkor kettő darab gépkarabély volt egymás mellett, ugye? Sniperrel voltunk eddig eredményesebbek, de ettől függetlenül megőrizzük ezt a másik fegyvert is. Ezt meg akkor ki kellene valahogy vennünk, ugye? Azért látszik, hogy a tűzerő hogyan növekszik. És ha most azt mondod, hogy beszéd és fegyvervásárlás, akkor itt lenne az ejtőernyős SVD. Aha, és fel is szereljük. De most remélem, hogy jó helyre teszi be. Most van időm a BNH-át nézem, Windbreaker-t. Egyszerre többet is nézel. Ennek a helyére kell az SVD. Hát esküszöm, hogy keresem, de még nem nagyon látom. De megvettem, nem? Vagy ezt vettem meg? Nem, ez biztos, hogy nem. Szokomat vettem volna? Nem, biztos, hogy nem. De hova tette? Hát ezt nem hiszed el. Vagy nem vettem meg végül? Azt mondtam, hogy felszerelés, ugye? Most lehet, hogy megszivattam magam. Ezek közül a kis pisztolyok közül néhányat tönkre teszünk. Amúgy meg el is lehetne adogatni őket. Lehet, hogy nem vette meg. Össze vagyok zavarodva. Hát ide jöttem az ejtőernyős SVD-re, és azt mondtam, hogy vásárlás és felszerelés. L1-jel. Megetted? Na most szerelte fel. És akkor így most eléggé király tűzerő is rajta. Most már lehet moddolni. Hát ez nagyon furi volt. Lehet, hogy félre nyomtam, nem tudom. Visszarúgás, optimális táv, elővéssebzés, kritikál, de csökkentett veszély. Ez egy csökkentett veszély mit akar jelenteni, azt nem tudom. Optimális táv és a visszarúgás javítása szerintem a másik fegyverre kellene inkább. Critical damage, optimális táv, fejlővés, sebzés, az mehet. Skint én nem rakok rá, mert amúgy is egyik fegyvert váltjuk a másikkal, tehát nem hiszem, hogy sok értelme van. Itt rakjunk egy torkolatféket. Szia Gacsi Abris, hogy vagy Mizu? Most akkor erre bízunk mindent, nagysebességi lőszert, meg mindent is. Visszarúgást javítjuk rajta. Jó, és reménykedünk, hogy ez így rendben lesz akkor. Az eszköztárban egy-kettő cuccot le lehetne venni, le lehetne váltani. Hát ez levenne a szívóságunkból rendesen, úgyhogy inkább nem váltjuk le. Ez kicsit átrendezi a képzettséget, meg a szívóságot, hogy cserébe adjon neked jóféle újratöltési idő csökkentést. Az lehet, hogy jobb. Így jók leszünk szerintem. És akkor töltjük fel készleteinket és húzzunk el. Ez az egyetlen Terence. Tök jó, hogy még lehet látni random játékosokat ebben a gémben. 6 óra múlva már megy a vizsgád, és hogy bírod? Rengeteg lőszert elhasználtunk, rengeteget. És vissza is kaptunk egy csomót szerencsére. Köszönöm, jó vagyok. Az, hogy halkabb? Ja, hogy a hangtompító halkabb lesz? Csépamester, te jó sokat játszol ezzel a gémmel, akkor nem? Errefelé megyünk a főküldetésre. Ez az új sniperem? Tetszik, határozottan király. Na ezt is, vagy eddig is ezt kellett volna ugye használni. Ilyen ocsvány módon tüzelnek ránk. Kontroller barátom. Jobb lesz ez így nekem. A sniper ez mindenféleképpen eredményesebb. Tisztítsd meg az ellenőrző pontot az ellenségektől, jócskán jönnek. Annyira, hogy lehet, hogy fel is rakok egy olyat oda.
Nem, nem oda lentre. Ah, most már nem van. És ez a fegyver, ez hogy működik? Ó, pergeti bele, pergeti, és szép damagéja van. Nem tudsz aludni? Annyira izgulsz miatta? Jelezzünk a JTF-nek. Á, egy kommandós páncél. Ez lehet, hogy jobb is, mint amit használok. 47x54, majd dobálnunk kell el a tárgyakat. És akkor erre, ha rámész, a szívóságot leveszi, a képzettséget felnyomja. Akkor nem használjuk, hiába. 23 életerő öléskor. Akkor ez heal-el valamennyire. A lőszerkapacitást megtolja. Az ölési TP, kombinált ellenállások. Hát azért a szívóságunkat nagyon megcsökkenti, ezt inkább nem. Szia Antal Bogi, jó pihenést. Köszönöm, hogy itt voltál. Mindig rohadt szarul vagyok, piercingem begyulladt, távozok. Sziasztok, szia! Kösz, hogy jöttél hozzánk ma este is. Felmászunk oda, jelentünk a JTF-nek. Egy random dologba futottunk bele, még a főküldetések folytatása előtt. De mindenképpen haladunk most a főküldikkel is, level 26. Ha minden jól, meg 27-esen fogunk ebből kijönni. Ezt letesszük ide kívülre. Bár lehet, hogy lentebb is dobhattam volna. Védd meg az ellenőrző pontot 33 másodpercig. Hát nem ér, egyre szuper király arcok fognak támadni, vagy mi? Ez meg felmászik, de hát belehal. Mit csinál? Ha az ellenőrző pont az itt van fent, akkor ezek soha nem fognak felérni ide. Mi most is játszol vele néha, de nagyon jól teszed, mert marha jó a játék. Ugye ezt holnap, hogy Lada küszöböt kell csinálni. Ja igen, ezt mondtad. Mi az a B-oszlop? Ó, hogy van ilyenem is. Puttyogtatok neki, van még 5 lőszer, nagyon jó. Előbb-utóbb itt a növényzet között megcsinálom. Támogass a JTF-et a terület megvédésében. Oké. Okay. Menni kell tovább, azt mutatja? Vagy tartanom kell még mindig, fene tudja. Hoppá, 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 hoppá. Kisebb a damage, de azért a puttyogtatás... Hogy beninjázott a gyerek mellém? Hogy beninjázott? Támogassuk a JTF-et akkor. Bajba jutott, civil jön fel. Az oszlop B, oszlop és C oszlop van. Vagy mi? Hogy A oszlop, B meg C. Aha, és akkor a A plusz B egyelő a C. Vagy négyzet, meg ilyenek. A négyzet, meg B négyzet. A B ez a középső része, aha. Ő mekkorát nyomott a sniper. Fájdalmas ez a sniper ott nagyon szemben. Nézd ki! Gyönyörű! Na jó, ezt felrakom ide szerintem. Nem kell, hogy itt szarozzanak. Lehetetlen irányokból. De erre rá is kell healelnem már. Eddig jó. Megint kirakott egy töretet. Hát nincs neked izé, cooldownod, haver. Nice! Találkozás teljesítve. Látsz a maszk. Jó munkát végzett, minél kevesebb elembi is van az utcán, annál jobb. Aha. Igen, kemény melókat lehetett látni. Jó, és a főküldetés területe, ez már szerintem az, ugye? Küldetés kiválasztása.
Let's talk Grand Central. The LMB have set up shop. Azt mondjuk, Grand Central ról, az LMB bevette oda magát, egész környéket ellenőrzi. Automata lövegállások, valóságos erődítmény. Legfontosabb előretolt bázisuk, ahol a metróalagúton átérkeznek a csapatok. Utánpótlás is azokon keresztül kapják. Kisebb csapatnak, hát igazából magának van esélye a metrón keresztül átjutni a védelmen. Mérjen csapást, iktassa ki a lövegeket, miért az ellenség fel dolgozná, hogy mi történik. Oké. Azonosítottam az egy emberemet, hogy menjen maga elé. Ugye utasítottam? Aha. Egy minusz. Valaki beszél mellettem? Sniper one, copy. Reporting gunfire in the station above us. Igen, közben jelentik egymásnak, hogy megy a gunfire. Eddig szuper. Ez a sniper, ez nagyban... Hol van a lőszerem? Ebből baj lesz, hogyha ez kifogy. Haver, akkor még azelőtt kellett volna feltöltenem, mielőtt lemegyek? Hányszor játszottam végig csak egyszer? Át is még régen, sok évvel ezelőtt, még mielőtt a csatorna elindult volna. Már majdnem 5,5 éve. Nyomjunk egy ilyet. Szétlőtték a töretemet azonnal. Ja, mert hogy van sárgájuk is, aha. Ez kevés, kevés. Az egy healer? Igen, szerintem a segíteni akart a csapatra. Ó, haver. Fél HP. És az hajít valamit. Eddig jó. Ja, hát rengeteg zseton van, igen. Azt a mindenit neki. Rengeteg zseton van. Egyszer játszottam csak végig, de ott a végén még szórakoztam egy kicsit a magasabb szinteken, és hát abból azért jött rendesen a zseton. És ilyenkor valamennyire visszaállt, úgy látom a muníció száma is. Most akkor megint jönni fognak, megint ugyanazok. Szerintem most már akkor azt csinálom, hogy ide feldobom a cuccomat. A sárga enemivel volt a legnagyobb gond, ugye. Ez le se szarja, hogy mi van. De figyelj, ezek level 26-osok, és lehet, hogy a gírem az nem annyira megfelelő ezekkel szemben, nem? Jelenbi felderítő, hogy kiszúrták magát. Nem tudnak ja nem, gondolom, hogy a... Jött volna erősítés, és azokat is kiszúrták. Hát akkor már mindegy. Akkor ameddig a lövegeket el nem intézzük. Azt a rohadt mindenit mit kapunk. Elküldtem DC-nél, mit is kell, az egy 100%. Ja, hogy egy ilyet kell kiformáznod, és ez egy ladába beleillik? Gránátot szerinted el tudom dobni olyan messzire? Hát hallod. Már most szarban vagyok nyilván. Viszont nehéz volt arra felhajítani is. Kontrollerrel ugye. Tényleg gránátdobás lesz, megnézzük. Ezt szerették legalább. Kettő darab healing, és még ott van egy boss. Nem tudom felvenni vele a versenyt, látod? Nagyon kapom.
Újtólőszer az nagyon jó ötlet, köszönöm. Mit csinálsz? Mit csinálsz ott? Kilóg valahol. Nem dobta magára. És ez ideig hat egy újtólőszer egyébként, vagy egy tár? Mint a kettőben. Rohadt mód, fáj ez. Hogyha iszel egy vizet, akkor mi történik? Ja, elitellen nagyobb a damage-ed. Képzettség töltés, időcsökkentés. És már meg kell tudnom csinálni valahogy, de lehet, hogy kicsi szinten jöttünk be ide. Á, egy healingem van. És megvárjuk, hogy ez feltöltődjön. Utána elhasználjuk a healingünket, a skillből eredőt. Helyre tudunk állni. Kapott egy kettőt, az jó. Figyelj, ezt a küldit lehet, hogy nem is tudom megcsinálni, hogyha ez ennyire táp. Lövi a törretet fent, el is lőtte. Ugye el fogod találni. El. Intercepting radio transmission. Érdele a vezérlő termet. Viper a hármas ellensége déli össze a raktárnál. Oké, okay. És most mögöttem. Hó, te honnan jöttetek ti ide? Nem volt betöltve a fegyver, Istenem. Jó, ez a fegyver az eredményesebb, de... Használ healinget? Nem használ healinget, beszarsz. Hogyan spónoltak az arcomban? Nem lett volna szabad előre tolni magam? Alert. Intercepting radio transmission. Viszont megvolt a mentés, úgy látom. Lehet, hogyha lejössz... Nem, ezek innen jönnek. Hát ez most nagyon erőteljes bénázásnak tűnhet számotokra, mert az is valószínűleg. Mögülünk jöttek, igen, igen. Hát igazából lentről, csak éppen itt álltam és bejöttek mögénk, ugye. Nézzük, itt van valami doboz? Nem, szerintem az fent van. Csak onnan lehetett volna lootolni. HP nincs esetleg, most kettőt kaptunk. Ezzel fullon vagyok. Ott van még egy kis lőszer. Ennyi a lőszerem? Hát kicsit több mint 100, jó. Egy jó snipert kéne szerezni, újra feltöltünk mindent, bár ez healinget nem fog adni. Legalább a lőszerek megvannak. Patching into GTF transmission. We're taking heavy fire. The LMB are... Van para a srácoknál. Ebbe beleszaladtak. Balról tüzel. Vigyázzunk, mert ott is van valaki. Ezt egy kicsit jobban lehet letartani, vagy lefelé húzni. Jobb a visszarúgása, mint a másik fegyvernek. Szoktak lenni piros táskák? És a piros táskát, az mit tartalmaz? Életet? Na hát, ezt nem is láttunk még ilyesmit. És a single playerben is van? Tehát, hogyha egyedül mész és úgy nyomod? Ötös kaptál? Milyen vizsgád volt? Na, ezt, erre vagyok kíváncsi. Ilyeneket meséljetek nekem. Kemény vizsgázások. Beakadtunk. Gratulálok. Nagyon király vagy. Beomlik az egész metró, azt a rohadt mindenit. Nagyon hangulatos ez az egész, hogy itt lehet kommandózni. Ez mennyivel királyabb, mint a kettőnek a területei.
Te szarsz. Bármikor bent tudnánk rekedni egy ilyen helyen. Angol irodalom angolul? És melyik művet kellett elemezned? Ide be lehet menni? Nem. Tárgykeresős pánz az egyik képesség. Hát nekem most itt extra healing kell, úgy vettem ki, hogy nem árt az, hogyha egy healing skillt rakok be inkább. Eddig én is a pánzt használtam, ami a crit damage-et, enemit felfedi, vagy nem tudom, ilyen extrákkal rendelkezik az enemivel szemben, de hát az érzékelem, hogy ide most már kell az extra healing. Nem szoktál töretet használni? You think the blast took them out? Viper squad 2. Has anyone made it back? Negative. Driver's gone to check it out. Csávónak szerintem lepergett az élete azonnal. Ez a jó, ezt tudom lent tartani, lehúzni. Száguldanak az ellenségek befele. Aj, ne a healinget használd a francba. Másik képességet szerettem volna. Ó, Jézusom. Hát így már esélytelen, hogyha fel tudnak jönni. Nem, egy gránátot akartam volna lehajítani, hát ez nem volt jó így. Ha nem fél évente játszanék egy epizódot, akkor lehet, hogy eredményesebb lehetnék. Iktass ki a lövegtornyokat. Ha az meg lenne, akkor utána a haverok be tudnának már jönni. Lehet, hogy itt inkább töretet később kéne kihajítani. Na, fura, hogy utána leugrik. Szóval, ha ide rakod, akkor itt jól működhet. Rose for Emily? Nem ismerem. Rózsát termének. Ez valami ifjúsági irodalom? Most nyelték be. Mondd, hogy újra tudsz tölteni. Hát éppen hogy csak, éppen hogy csak. Vigyázzunk. Az sárga. Akkor ezért van nekem ennyi bajom itt, ugye? Valaki jön jobbról. Csak megdöglenék, haver. Nem mondod komolyan, hogy kettő ütésből. Mi a véleményed a katonákról? Hát elég táposan nyomják. Azt kell, hogy mondjam, hogy komoly ellenségeket sorakoztat fel velünk szemben a játszás. Menjünk inkább a repeszgránátok hajítására. Hát itt aztán tényleg meg kell. Minden egyes négyzetméterért, amit ráteszem a lábam, meg kell küzdjek. Itt lenne jó, hogyha itt le tudnám őket tartani valahogy. De ha hajítok egyet, és akkor hátra nem akarnak belejönni, ugye? Ha itt most tartom, akkor így jó lehet. Hál' Istennek. Így megy a healing képesség. Miért ilyen szuper táp az a csávó? Hál' Istennek, megvan a headshot. Ó, de szépen lepörgött neki. Ja, Isten, nagyon jó volt. Na most voltunk jók. Gótikus elbeszélés, van benne hulla is. Az igen. És akkor meghal a lány, és viszik neki a rózsát. Mert közben a lövege kiiktatása. Accessing defense control system. Disable the perimeter turrets. You did it! The perimeter's down. Megcsinálta a védvonalat, bedölt, csatlakozzon a főerőkhöz, fejezzék be a munkát. Oké. Hát nyögve nyelősen, de azért valamennyit sikerült előre haladni. A pockányok már menekülnek. Erős tűzalat áll a Grand Central.
Túlerő elsöpör bennünket azon, hogy erősítést kérnek. És már jön az erősítés számukra, oké. Ez ilyen piros táska? Ez a healing? Na hát, és tényleg ez az, azt a... Én nem tudtam, hogy ezeknek színkódja van, azt hittem, hogy full random az egész. A valódi katonákra gondoltál? Mi legyen róluk a véleményem? Ez is egy munka, amit megcsinálnak az emberek. Aha, és akkor az ott? És se problémákat okoz. Ez mondjuk igen durvi. Szerintem lerakunk egy ilyet oda. Szuper, eddig nagyon jó. Igyekezzünk ezt megőrizni, megtartani. Töretünk segít, és lehet, hogy már itt vannak a JTF fiúk is, úgyhogy jobb esélyeink vannak így, hogy nem vagyunk egyedül. Most menjen a sniper használat, mindjárt kinéz onnan. Hát, ez nem tudom, hogy hol van fent, de valahol fent van, ugye? Igen. Van ott egy-egy pixel, amin meg tudod lőni. Aha. Hál' Istennek, megvan. Gondolkodom azon, hogy elmegyek katonák, szerintem megbuknék rajta. Fizikai teszten is. Hát oda azért kell álló képesség. Miért nem néző ki onnan? És a fentiekkel mi a helyzet? Azok sem néznek ki, jó. Próbáljuk megkerülni itt a csatamező kissé. Jó, ez teljesen szar volt. Ja, mert hogy ott van egy sniperük szemben, ugye? Ő. Hát iszonyat megtolnak, iszonyat meg vagyok kurva. Ennek a tetejére próbáljunk egyet feltenni, hát ha lilát el kéne intézni, és akkor tudnék mozogni is. Eddig okéban vagyunk. Megvan a lila is. Szemből nagyon befészkelték magukat oda. Ez a sniper, ez ki kell, hogy essen onnan, de a baloldali tüzel. Még jó, hogy lebuktam éppen. Ott van a sniper, na az legalább jó volt. Nem jó, a fentebbi az még mindig akció. Dús. Kéne elkapni, de szerintem le kell, hogy jöjjenek, mert nem tudnak onnan most már tüzelni jobb fentről. Én viszont még tudok valamit kitolni. Szart nem látunk, de nem baj. Ennyi fekvő, hát szerintem ott kell tudni úszni, futni, fekvő, tedülés. Van minden. Meg lehet nézni, az nyilvános szerintem, hogy milyen állóképességgel kell rendelkezned. Támad meg a pályaudvart. Ez akkor meg is történt, jó. Mögöttünk volna valami láda, azt megnézem, hogy mi van benne. Itt le kell esni ahhoz, hogy... Hát jó, de vissza is tudok olyan mászni. Nem, ez valami kamu volt, mert messzebb van ez. És nem is itt van. Na hagyjál, várjál. Ja, itt van, megvan. Sajnos nem lett jó. Jó is lehetett volna, de nem. Minden megy. Pisztoly kellene és kész, ami. Ahaha, nagyon vicces. Én nem adnék olyan fegyvert, tehát olyannak fegyvert, aki mentálisan instabil. Egyáltalán nem. És nem azt mondom, hogy az vagy. De azért biztos vagy benne, hogy sokan fegyvermániások, fegyverőrültek, imádják, hogyha hatalom van a kezükben, és... Ja, hogy ezek nem a haverjaim. Hogy kerültek ezek ide?
Na most sikeres, sikeres. Sniper megvan. Gyönyörű. Meg vagyunk a checkpointtal. Innen éjszaka van még egy main mission. Hogy elrántotta a kontrollert. Szemből még sokan néznek ránk. Hoppá! Szemben ott itt megint ide lövi. Hát ez rohadt mód rám lőtte. Sajnos közelebb tudnak így pusholni, hogy van nekik ilyen vadállat löveg kezükben. Nem sikerül azt ott elintéznem, pedig szerintem lehet, hogy nála van. Utolsó healinget meg nem erre akarnám elhasználni. Ó, pont most nézek ki, amikor már nem volt bench cool. Hát ez nagyon durva. Amúgy ez az a játék, amire egyedül négyen is kell játszani, teljesen más élmény. Nagyon-nagyon más persze. Csak hát nem hiszem, hogy valaki éppen ezeket a küldiket csinálja. Tudod, amikor bejövök, akkor rá sem nyomok arra, hogy párosítson össze valakivel. Azt kellene elkapni, amelyik gránátvetője van ugye, és akkor jó tehetnénk. A szép headshot voltak rajta. GTF közben nem jön velünk, vagy ők már feladták a harcot? Még egy HS megvan, ez egy sniper. Ott jön a GTF végre. Szaladhatunk előre közben. Gyönyörű. Gyönyörű. Szaladnak kifele a srácok. Gyönyörű. Ahol kijönnek, ott kell őket elkapni, ugye? Gyönyörű. Jaj, de jól megy ez most, és ott van a sárga Ferenc. Nem mondom, hogy látom, de valamit eltaláltam. Van egy medkit előttünk. Az egy sniper, ó. Hát de akkor is gacsiabb is. Azt szerintem ez egyáltalán nem vicces téma. És szerintem ahelyett, hogy katonasághoz fordulsz, inkább fordulj egy terapeutához akkor már. Nem jó, a haveroktól nem látunk itt semmit, talán most. Nem néz ki a előttem lévő. Nem, záró tűz alatt van. Úgy sokan lőjük őt éppen. Menjünk előrébb akkor. Azt hittem, hogy a saját szarját azt majd enni fogja, de nem. Fentebb ment. Hoppá! Ez baj. A srácok is jönnek velünk. Segítsenek az Epic Snipert leszedni onnan. Ez valami szuper Elite Warrior. Ott egy HS, nagyon jó. Megnézzük, hogy gránátra hogyan reagálod fenn. Egészen jól. Nagyon jó volt. És most már csak meg kell védeni. Ássuk be magunkat, azt mondja. Micsoda jó irányzott gránátdobás volt ott. Figyelem, nem újjáéredő zóna. Érkeznek szemből. Maradjunk itt és tüzeljünk, a JTF segít. Viszont hogy keresztül ugrott az a srác, mi? Ez mit csinál itt ez? Ez mi a fenét csinál? Aztanem jóján. Nagyon előre jönnek. Épp a snipert is ide rakja az arcunkba, komoly. Ott van egy nagyon kemény állatok.
Álljunk meg a francba. Elkapott valamit. Nem nagyon van innen visszavonulásunk, mert itt vagyunk kb. A kutyakak a közepén. Ezt lerakjuk oda, ha minden jól megy. Incoming! We've got hostiles incoming! Find cover and dig in! Taking it is nothing unless we can hold it. You hear me? Itt ezt meg tudnám tartani esetleg. Vigyázzunk a lilákra. Srácok, menjünk már rá az útból. Azonnal kilőtték a sniperemet, vagy töretemet. A zöld sráctól nem sikerült rálőni arra. Na jó, hát össze-vissza ugrálnak. Megvan, megvan. Sokan fognak jönni. Ott van Foley kapitány. Egy chat megvan. Hajítsunk nekik oda valamit. Elég jó. Ennyire engem akar, nézd meg, tolja hátra a srácokat. Sodébb ment. Ezt kirakjuk oda. Ez pont jó helyen van. Nagyon jó helyen van. Jézusom, de kapjuk mind a ketten. Nem, mert a töretem elviszi. Áll a jó istennek. Intercepting radio transmission. Fall back! I repeat, fall back! They're dug in too well! Milyen hashtag bevukat, egy taktikai 26-os pisztolyt kaptunk innen. Most lelépnek, ennyi volt. Grand Central report. Aha, meg vagyunk. Megcsináltuk. Let's see Bliss shrug this one off. Good work, everyone. I'm damn proud of you. Na, hát mindenkire nagyon büszkék. És még a level up is megtörtént. Nagy királyság. Hát jó szar voltam. Ez most egy tényleg olyan küldetés volt, amibe már azért látszik, hogy bele törtított a bicskánk. Haladunk viszont szépen fölfelé. Ez micsoda itt lent? Nevezetes pont. Mi az a nevezet? Nem egy Dark Zone? Deadre itt vagyunk, aha. A bejáratán a Dark Zone-nak. Jó. Itt van egy rejtekhely, ide kellene mennünk, és a következő főküldetés level 28, nem 27-es, normál. Jó, felmegyünk szerintem akkor oda, és aztán megnézzük ezt, ennek a... Valami kórházba vethették be magukat, úgyhogy... Arra megyünk már is tovább, és csináljuk a főküldetés vonalát a játszásnak, hogy... Ez köztár megtelt, hogy esetleg be tudjuk fejezni még valamikor. We just recovered a cell phone video of how those LMB bastards operate. It ain't pretty. I knew some of these guys. But it's good to know what we're up against. Nézzen rá a videóra, amit feltöltöttem. Ismerek néhányat közülük, nézzük meg a videót. Rohadt sokan vannak. Következő rajok mennek járőrben. Nézd, micsoda fegyverzet. Raptor, Vulkán, hátvéd. Bejelentkezés nyugati ellenőrző pontnál. 9 órakor. Aha, és akkor ezek írtják a JTF-et egyaránt az enemivel, az szerintem ilyen fosztogató csapat lehet a másik. Mindenkit kivégeznek. Hoppá, észrevették őt is. Az komoly. Szerencsétlenek, és de mennyi fegyverük volt, meg micsoda fejlett technológia, brutális. A rejtekhely felé próbálok igyekezni, de nem tudom, hogy innen átmehetek-e. Lehet, hogy ez Dark Zone terület? Nem, annak tűnik, nem tudom.
Jó lesz innen is, ebből az irányból menjünk oda. Fegyencek? Ja, az a narancssárga, az a Riker. Ja igen, azért narancssárga, mert a fegyenc ruha van rajtuk, és gondolom arra veszik rá a páncélt, ugye? Mi van, hogyha itt lemész? Na. Mondom, itt nem lett volna szabad lejönnöm. Most már kíváncsi lettem, hogy mit találunk itt. Egy mobil eszköz van itt lent, aha. Hát collectible. Ebben a 30-en ez nagyon sokat hozzátesz az X-Fighterhez, és kapod a ládákat egymás után, ebből az értelmes set bónuszokat össze lehet szedni. Tehát mind, amit most látunk, ez még a kismutya szint alatt van kettővel. Igen, hogy te ezt ennyire vágod egyébként, csépamester. Csepa? Az a csépa? Csépám a lókupec volt, nem? We've already collaborated on one operation in Brooklyn, but taking down a helicopter is just the first step. A 27-esek már a 26-os fegyvernek nem akarnak annyira bedölni, ugye? Csepa, elnézést, bocsáss meg. Még mögöttem is ott vannak. Jó, ez rohadt sok lesz így. Ott látom a GPS-t, megy jobbra. Csak szaladjunk, szaladjunk, hiába lövik a seggünket, az mindjárt meggyógyul. Midtown East. Ezek már a JTF fiúk itt. Új feladat támad meg az erődöt. Várjál, most itt megyek a rejtek, de mit keresek ott fent? És ott is van egy rejtek hely, hoppá. Valaki meglőtt hátulról. Ügynök nyom felfedezve, itt akkor van ezek szerint bent egy ügynök eltűnve. Megvan az irány, jó lesz. Itt a következő nyoma, de nem baj, Turtle Bay felé megyünk, rejtek hely zónába. Egészet legnehezebben játszottam végig, ja, az komoly. Régen én is, erről beszéltem, hogy régen még én is nehéz módban játszottam, de valamiért olyan érzésem van, mint hogyha sokkal nehezebb lenne most, normál szinten is a játék. Bár, mivel hogy ez egy online játék, ezért szerintem foglalkozott vele a Ubisoft nagyon sokat, és tuti vagyok benne, hogy balanszolták különböző patcheken keresztül. Nem ilyen volt ez, hát itt a sárgák ellen olyan szinten küzdök, hogy ihaj. Régen sem volt ez máshogy, csak könnyebben. Lehet, hogy nem volt olyan fejlett az AI, én nem tudom. Itt is vagyunk a rejtek helyen már is. Összeszedjük magunkat kissé. Annyira király, hogy így mászkálsz a város, mert rengeteg zóna. Nagyon feelinges az összes terület, tök jó hangulat van itt a... Hogy a hullik a hó, meg köd van néha, meg éjszaka, meg nappal. Jönnek a civilek, bajba jutott emberek, és akkor... Valahogy teljesen más ennek a... Az atmoszférája, az egész játék másnak érződik, mint a második része. Szeretném, hogyha... Tudná, hogy ez rendes környék. Van néhány problémánk, de méltányolnánk, ha a rendezésük során nem keletkezne komolyabb anyagi kár. Aha, mert pont arra fogok figyelni, hogy az anyagi kár nehogy megtörténhessen. Viszont váltunk egy gírt, mert úgy látom, hogy annak volna értelme. Gyors reagálású páncél, level 27-re és rosszabb, mint ami rajtam van. A tűzfegyvereknél nagyon megvan ezt tolva, viszont az életerő szívóság az lejjebb jön. Hogy lehet, hogy ez ennyivel gyengébb? Miért nem az elsődleges, tehát miért nem mutatja rendesen? Őszerkapacitás 33%-kal meg van tolva. Ezeket, hogyha felveszed, akkor... Nem is értem. Ott volt egy plakát egy másik Ubisoft játékból. Tényleg, ezt nem is láttam. Itt mindent le kellene váltanunk szerintem. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ebből még tűzerő. Könnyű géppuska sebzése kritikál. Aha, nincs elég hely, gondoltam. Tehát akkor minden, hogyha eladnék mindent, ami nálam van.
Ez mondjuk pont egy olyan, amit fel kéne venni. Megjelölt a tárgyalat? Igen, igen, szemétnek jelöl mindent. Defiler, meg ez is, igen, mehet kifele. Remélem, hogy semmi olyan módosító nincs ezeken, amit én szívesen használnék. Rengeteg fegyvert lootoltunk ki. Annyira jó lenne, hogyha nem raknád be vissza úgy. Álcamaszkok, kommandós páncél. Őszerkapacitás. Na, ezeket nem is rakjuk be az armorba, pedig itt aztán volnának jó kitanációk. Első segély öngyógyítás, többet hírel, nagy sebességű lőszer, ezt szerintem kivehetjük, meg a 9-es szintű módosítóknál már biztos, hogy találnék jobbakat is. És ezért mennyit kapunk? Hát szerintem izét, semmit kb. Vagy várjál, összes eladása, ugye? Igen, igen, igen. Most elméletileg már tudunk mindenféle cuccot beszerezni. Rengeteg ilyen módosító van. Na jó. Grow home. Van olyan játszás? Nem ismerem. Szívóságunkat jó lesz, hogyha megtápoljuk. És felszerel. Aha. És... 45.000, 63, 26.000, 27 és 45. Én nem tudom mi ez, de akkor is megveszem. Hogyha azt írja, hogy szarabb vagyok tőle, akkor is jó lesz. Mindenben szarabbat jelöl. Hogy lehet? Tűzfegyver sok ellenállással. Nem. Jó, most felgíreltük magunkat egy magasabb szintre, aztán majd meglátjuk, hogy ez most hol igaz, meg hol nem. Elindulunk rögtön a következő főküldetésre, ami ennek a körletnek a közelében volt eddig, ugye? Igen, csak feljöttünk ugye éjszakra. Megütöttük a főnyereményt, Vitali valaki immunológus, orosz konzulátuson reket, azt akarja kihúzzuk, nem is tudtam, hogy New Yorkban van. Erre emlékszem, ez jó küldetés. Használ számunkra? Érti a dolgát, nem annyira, mint én, de ismeri Amherst-öt és a munkáját. Nem, 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 most leállt a küldetés, pedig itt most éppen tök jó volt, hogy meg lehetett volna beszélni, ki ez a Vitali. Orosz konzulátus a következő főküldetés, a mai harmadik, és ide alacsony szintű leszek szerintem. Éppen az előzőre is talán az voltam. I want you to put a stop to this nonsense and get those people back home where they belong. Különböző mellékküldetések és találkozások szövegeit hallhattuk közben, de egyik sem ugye a fő küldetés, amire most mennék rá, hogyha erre rámész. I think we've caught a break. Vitali Chernenko, immunológus, orosz konzulátuson reket, azt akarja, hogy hozzuk ki. Is he useful to us, doctor? He's good. He's not me good, but he knew Amherst, knows his work. His mind is singular in its focus. He'll have insight I'm not able to find. Kivételesen fókuszált, észrevett valamit, amit mi nem. Az a legfontosabb, oké. Vizsgáld meg az épületet. We're intercepting LMB radio chatter. It sounds like they picked up the immunologist's message. Hallották az immunológusnak az üzenetét, fésüljük át. Hoppá. Számolt fel az LMB-t. Most így rögtön? Itt ültő helyemben? Atya világ, mennyire nem kapják. Hát most nyomod, ja, most nyomom. Kisebb sorozatok, kontrollált burst. Jobb lesz. Egyszer minden jobb lesz. Remélem, hogy tankosabb vagyok, mint 8 éve. Meg hogy találunk itt olyan fegyót, ami esetleg jobb lesz majd. Ellenség közeledik. Amúgy meg használhatnám az ultimate képességemet, amit soha nem szoktam, ugye? Jaj, lejtetted, haver! De mit csinálsz itt? Én addig csak újra töltögettem a fegyvereimet, mert úgy néz ki, hogy ez az új heptem. Leugrik ő is, milyen majom? Flashbang,
Maga alá itt ő is. Jobbról érkeznek. Kikrok dobni egyet? Megint fentről jönnek, úgy látom. Aha. Gyönyörű. Ott is ugrik egy. Ez esélytelen, hogyha onnan akar jönni. Szerencsétlenek. Jó, elméletileg akkor meg vagyunk. Nem is használtunk healinget, teljesen jó minden. Beszélj vele a bázison Benitezzel és Rhodes-zal. Szerintem ezek a különböző részlegeknek a vezetői lehetnek. Különböző cuccokat is látunk itt. EMP, nagyon jó. Igen, nagyon-nagyon nagy, tényleg gyönyörű energiát fektettek abba, hogy a különböző létező épületeket lemásolják, és nézd, micsoda szobrok vannak az orosz konzulátuson. Őrület, őrület kéne. És a izében a következő részben meg úgy oldották meg, hogy olyan helyekre is be lehet menni, például ilyen NASA űrközpont, meg ahol a függetlenségi nyilatkozatot tartják, mit tudom én, Nemzeti Múzeumba, bíróságépület, stb. Tehát, hogy nagyon, nagyon komoly ott Washingtonban, hogy ott is leképeztek mindent, csak annak meg nincs olyan hangulat, mert ott már tavasz van, nincs ez a télies időjárás, köd, meg eső, vagy izé, hóesés, ott inkább sár van, meg eső. Nem olyan már. Nagyon, nagyon király küzdeni is. Lejtetted? Nem, de majdnem. Eddig eredményesen haladunk, köszönhetően sok-sok védelemnek, amit elérhető. És érezhetően jobb a tankosságunk most az új gírnek köszönhetően level 27-nél. Bár ezek még csak a kis mobok, és itt nem lesz segítség szerintem. Szólóban kell majd megoldanunk mindent. Fegyverek melegek állítólag. JTF asshole. Ha így kellett volna, csak gyorsabban kicsit rángatni. Most vagyunk, nagyon jó. Megint inbound? Várjál. Igen. Ne hajítsd el! Francba. De csak elhajította. Mondjuk mögém esett. Ez az egy darab jött. Amúgy ez... Uri. Melegek a fegyverek. LMB a szervezet neve. Lehet, hogy van benne valami. Remélem, hogy jó felé megyek, hogyha itt felfelé jövök. Nehéz megmondani, hogy pontosan mit keressen, de... Csernyenko a járvány kitörése óta folyamatosan dolgozott. Jó esélye, jegyzetek, dokumentumok lesznek, oké? Oké. Nem engedi, hogy átmenjek. Nem. Találd meg a virológus jegyzeteit. Valamit jelez nekünk, valami lootot, ugye? Nem katonák vannak oda bent. Admin feltalmazásom van és nem semmi kémtek. Bízom az alakokban, akiktől kaptad, neked se kéne. Aha. Közel vannak nagyon. Nagyon. Kezdjük a haverral. Dol.
shotgunos volt, nagyon keményen van felszerelve mindegyikük, látszik, hogy tök menő felszerelésük van. Szemek vannak a célponton, még mit mondott ebben a vakon évekbe? Ne legyél koki! Ne legyetek kokik! Szia Csepa mester, kösz szépen! Az információkat, amiket nyújtottál. Meg örülök, hogy itt voltál velünk. Biztosítsd a szerver szobát. SHDS viszont rengeteg hardware talált. Mire használnak a ruszkik ekkora számítási kapacitást? Rendes körülmények között nyilván kémkedésre. Vírus modelljeim pörgött az összes processzor valószínűleg, aha. Próbálták a ruszkik is megfejteni a vírust. Hát gondolom, hogy náluk is elhatalmasodott a baj. Szerezd meg a virológus adatait. Aha, és az ott van fent a PC-ben. Attention. Accessing network. Establishing uplink. Szerintem jobban járok, hogy lerakok ide egy ilyet, ugye? What is this, doctor? Mi ez, doktor? DNS térképnek nézem, hogy mit modell, ez az nem egyértelmű. Kernyenko munkája az biztos. Ezek kellenek, ügynök, az összes. Ellenintézkedések észlelve, kapcsolódás. Hálózati hozzáférés közben megszűnt, az kigyulladt. Nem jönnek az adatok, mi történt? Széthekkelték az átitet. Márki tette SHD technológiát használt. Én vagyok az, aki Shade-teket használ. Én vagyok a Division Agent, szóval... Próbálják a szarokat. Arra figyeljünk ott fent. Ő a healer? Ő lenne, igen. Itt már sárga is van, ha jól láttam. Ő megvan. Ő is megvan. Úgy érzem, hogy fentről egy kicsit eredményesebben tüzelnek rá, mint én rájuk. Jó, hogy ennyi lőszerem van. És most ugrik le a sárga. Most lesz baj, húzódjunk vissza. Most jobbról jön. Jobbról igen. Szép volt, szép sorozat, viszont lejön az arcomba, erre most vigyázzunk. Haver. Húzódjunk még hátrébb. Sőt, tegyünk le ide egy töretet magunk mellé, hátha. Csak nem jönnek ide ki. Szerintem itt nem fognak tudni átjönni. Az nagyon szép. Nem tudják, ezt nem tudják megoldani. Jön a sárga. Az hogy történhetett? Csinál vele. Mindegy, megvan, megvan, éppen hogy csak menjünk hátrébb. Hallod, ez mi volt ez a helycserés? Most mi lesz ebből? Szerintem itt feladta a PS-nek a számítási kapacitása. Érdekes volt. És akkor most oda kellene menni. Ferde markolat vörös. Hát ez ilyen nagy piros dildónak hangzik. Nyisd ki a biztonsági ajtót, jó. Egy kis muníció is van ide bent, nézzük. Durálunk healing számot nézve. Ez a küldetés sokkal jobban megy most, mint az előző. Rengeteg gépkarab élőszert lehet itt is ákmányolni. Ebben is van valami, amit lootolni kellene, ha jól láttam. Laptop használat. Assessing security system. Biztonsági rendszer felmérés alatt. Security protocols deactivated. Security doors unlocked. Nyitja a biztonsági... Azt hittem, hogy mögötte vár rám majd. Egy csapat ember, tudod. Vizsgáld át az orosz konzulátust, megyünk tovább. Mögöttünk van valami. Kemény cicázások? Az mióta jelenik meg az a nagy lila szar?
Ja, az nem is szokott megjelenni, nem? Megszokott? Nem, ez lehet, hogy egy másik szinten van. Nem enged itt be, úgyhogy az a loot, ami bent van, azt szerintem nem ezen a szinten található. Biliárd, figyelj, bár, tévé, kanapé, földgömb, párpult. Hát király lehet ruszki konzulátuson dolgozni. Hoppá, igen? De jól előttem a semmit. Mögöttem? Nem, szerintem ez alul van mögöttem. Mi a kérdés? Mi nem régóta? Rekreációs hely. Adok én nektek olyan rekreációt mindjárt. Tango már inboundban van, állítólag. De sem sokszor látod, ugye, hogy furi? Van fent egy kisebb kellemetlenség. Az megvan. Köretnek lőttek. Az is megvan, nagyon jó. Még többen érkeznek szemből. Elég szerencsétlen döntés volt a részükről, hogy benéztek ott. Ez a fenti machine gun-os, az gond viszont. El tudom előni. Hát, ó, mint az álom. Ezt nem tudom, hogy miért nem... Az ide fogja bedobni? Wow. Jó, de meg vagyunk, megcsináltam. Szerintem tiszta a terep. Az LMB előttünk ért ide, és nem szerezték meg az adatokat mégsem. Még biztos ők is kerestek itt mindenfélét is. Kezdjünk bele a dobozba. LMB adás lehallgatása. Dongó, hallottok? Édi Farkas 1-es, hallunk. Főrendszeri azt, hogy bekapcsolt úton vagyok. De fáradjon, orosz bezárkozott valamilyen pánik szobába. Hát nem lesz a sokáig. JTF megérkezett, de urai vagyunk a helyzetnek. Nem a JTF. Megyek, Dongó kiszáll. Fekete piaci RPK. RPK. Na, az mi volt? Tök kedveltem, amikor bementél ebben a részben a lakóházakba, tudod, ilyen nagy épületek, és akkor ilyen kis apartmanok vannak benne, kisebb lakások, és mindenhol lehetett lootolni egy csomó-csomó szekrényeket, hűtőszekrény, mindenből vetted ki a ruhákat, és akkor azokat a ruhákat fel tudtad magadra venni, ilyen skineket lehetett szerválni belőlük, az is tökre hiányzott nekem a kettőből, hogy ilyen tökre sok épületbe bemehess így random. Checkpointnál vagyunk. Ugye, hogy régebben nem látszott, szerintem sem. Többen vannak. Kettőnek rögtön vége van. Jócskán tankos lettem azért. Jobbról is jönnek. Az mekkora shield? Mekkora shielded van? Ilyen kicsit azért kiehetnéd, ugye? Jó, vérzik, hát nem tudtam más csinálni. Dobjuk még oda. Be. Hát ez egy eléggé tápos kis vadállatot szemben.
ezt a mindenit, hogy sorozzuk, és még mindig semmi baja. Mondd, hogy megpuszt. Hála jó Istennek. Hát majdnem nem akart megpurcanni, nem mondom. Iszonyat felszerelésben volt, és az a shield, az a ballisztikus előtte. Hát wow. Kár, hogy nem dobott el valami epikus cuccot nekünk. Amúgy shieldet szerintem ebben a részben is lehetett használni. A kettőben az nagyon izé brutkó volt. Voltad magad előtt. Milyen szép ez a hely, nézd meg. Ekkora könyvtárral rendelkeznek. Ez a napánik szoba. Maga nem az amerikai hadsereg embere, menjen innen. Van rám ott, hogy hallja, amit mondok, Vitali. Mondja Jessica Candle. Candle, nem Candle. Candle. Ismerem magát, maga is ismeri az én munkámat. Candle, megtalálták a jegyzeteket? Biztonságban vannak? Minden rendben, segíteni jöttünk, ki tudja nyitni az ajtót? Jó, nyitom már. Volt ez a robbanás oda bent. Mi folyik ott? Robbanó töltet volt. Laptop használat. Meghackeljük a pánik szobát. Jó Isten, megölték. Nem, ez valaki másnak a teste. Dongu, megvan Csernyenkú. Készenek a kivonásra. Barátaink merre vannak, kérdezik. Rajtuk üthetünk, közel vannak. Igen, lássuk, mit tud a második hullám. Tudják, hogy Division második hullám ügynök vagyok. Az első hullámból rengeteget, tehát hogy azoknak a hulláit szoktuk kergetni, a nyomaikat ugye az utcán. Néha a hullákat, néha csak nyomokat. Valamelyik ugye átállt az ellenség oldalára. Hoppá. Firing azonnal. Ez mondjuk eléggé kellemetlenül érintett. Na, hát mi volt ez? Mi történhetett ott? Csak most viszik a tudóst el messzire, az egy sniper. Kicsit odébb ment, úgy látom. Ilyet még nem láttam. Ez nem tudom, miféle lövedék, mi történhetett. Soha nem láttam még ilyet. Shieldjét leszettük. Mi a fene ez? Elvakít? De hogy? Jó, megvagyunk. Szerintem ezeket ő tehette le, ugye? Nézzünk bele a lőszerbe. Ott viszik helikopterrel? Nem újraéledő zóna. Hát akkor kezdődik. Ez a végső hely, amit meg kell tartanunk most. Tudok én is sem úgy dobni oda nektek. Ja, de szart nem ért, ugye? Amikor ér, az nem ilyen legalábbis. Ez a Dongo, ez valami Super Elite Warrior, ugye? Ez az én töretem volt, de jól lőttem. Egy megvan. Itt a másik oldaláról miért nem jönnek a haverjaink? Dongo, figyelj, edd már ki, Clash. Jézusom. Egy healing kiszalad. Á, nem szabad kinézni, nem. Ennek jó volt. Gyert visszajön a skill. Nem mondod, hogy nem tudtam balra dashelni, miközben healelek a jobb oldali gombbal, pedig mindent megtettem. Éppen dobás közben voltam, és ilyenkor nehézkesen akarja ezt beadni. Van még három healingünk, lehet, hogy vissza kell jönnünk teljesen.
Nézd meg, hogy mekkora izé weird flexeket nyom, hogy mindent kiválthat. Csinálnunk kellene egy darab robbanó pepesz. Igen, 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 az jó lesz. Használjunk egy healinget, dobáljunk oda valamit neki. Másik oldalról tűz alá veszem az a majom. Vérzek? Vérzek, igen. De az idő is lelassulna ilyenkor. Jó, a dongó most kapja. Az jó lesz, főleg, hogyha alá dobok egy ilyet. Na, az most onnan lő. Eddig jó. Edd ki, dongó, edd ki! Szépen megy le a páncélja, az eddig jó. Szevasztok, Danis 20-ék, köszi a rédet, meséltek, mi a helyzet, hogy vagytok? Éppen egy gigantikus küzdelemben vagyunk benne itt az elemivel. Vannak kisebb gondjaink, de mindjárt rájövünk, hogy hogyan oldjuk ezt meg. Ő is dobja, én is dobom, nagyszerű. Akkor most ő kapott valamit ebből? Aztán pár alvót, de milyen jól tetted. Köszönöm szépen. Ez szép volt, ez nagyon jó. Dongolnak mindjárt vége. Sőt, random lövéseket fogok leadni, hát ha elkapja valamelyik részét. Gyönyörű haver. Fú. Mit dobtál el, mutasd? SHD-teket, hibrid maszkot, nagyon jó. Alert. Shade technology detected. Syncing with shade technology. Shade szinkronizáció. Adatbázis megnyitva, átvitel indul. Jönnek a fájlok az ellenség Shade eszközéről. Elemzésük napokba telhet, de jó, hogy végre van valami a kezünkben, legyen bármilyen ijesztő is. Csernyenkót az orrunk előre ragadt el az ellenség, a jegyzetei viszont megvannak. Rá nincs szükségem egyőre, legalábbis temérdek adat áll rendelkezésre. Sajnán nem lett meg a level 28, de azért teljesítettük egy küldit, majdnem megvan level 28 is. Orvosi szárny, ellátmány, rengeteg kredit. Jó, új küldi a közgyűlés, gondolom az itt van valahol a közelben. Ilyenkor nem látom most, hogy merre vannak a következő főküldetések. Lehet, hogy a játék végénél vagyunk már. Nem lepődnék meg rajta, hogyha igen. Nézzük meg itt a bal fentet. Ez hányas szintű Hell's Kitchen, az 13, Clinton 14. Itt ez a mólók éjszakon, ez 30, kötőjel 34-es. Menjünk a főbázisra, tápoljuk meg a szárnyakat abból a cuccból, amit eddig vettünk fel, és utána majdnem szerintem már a végénél vagyunk. Hű, és hol van Iván? Nem tudom, de már 3 óra van mindjárt. Köszönöm szépen, Danis 20-as. Látok, mi ment egyébként. Hozzáférsz az összes mesterfokú módosításhoz, hogy kitolod 100%-ra az adott szárnyakat. Valami propaganda film van Blissről. De ezt már láttuk, nem? Szerintem láttuk. Negyedik vírus kutatási jelentés. Megtudom erősíteni, hogy a zöld halál nem természetes képződmény, célirányosan kódolták. Amherst fogta Csernyenko cimborája elméletét a vírusgenom virtuális térben való módosítására, továbbfejlesztette azt, és az eredményt betáplálta ipari protein replikátorba. Ami a másik végén kijött, működő vírus volt, amint tovább reszelgetett a maximális hatékonyság érdekében. Mármint azért, hogy minél több embert öljön meg. Hát akkor itt már kiderült, hogy... És így derül ki, hogy amivel szemben állunk, vírus, az egy fabrikált dolog. Itt a tűzerőt levenni.
szívóságunk még fentebben. Ez most nagyon király volt amúgy. Hát ez az életerő, amit ad neked, az eléggé sokat, soknak tűnik. Annyira, hogy itt a lőszer kapacitás is metál, szerintem erre rámegyek. Hibrid maszk, szívóságot nagy mértékben lecsökkenti. Ez csak amiatt durvi, mert hogy életerő öléskor jön belőle. Ja, de ez meg a másodlagos tűzelőt visszarakja. A sebzés az eléteken 7%-kal több, az nem rossz. Hát ilyenkor lehet látni a három főstat közül, hogy damage, meg tankosság, meg a tech cuccaid. Most ez a tankosságot váltaná a damage-re, hát nem érzékelem, úgyhogy jó. Egy csatornán eszekelte, mindent megnézek, kik vannak. Mit csinálsz? Mi van? Aramid térdvédő, ez nem, köszönöm. Amit még találtunk ilyen level 27-est, ugye? A bossból. Pisztolyunk is biztos, hogy van jobb, igen. De gondolom, hogy le kell venned a módosításait akkor. Első hullám, őrületes X45-öse. Nem azt, azt az Osprey-t tegyük oda. Még tárat is lehet. De metal, ez tök jó. Ez egy egészen jó kis pisztoly lesz ezáltal, ugye? Bentre nem tudok menni, na várjál. Számtalan skinünk van. De nem, mintha használgatnám őket, mert maximum arra szoktam, hogyha a kezemben látom, hogy most egy kék fegyver van, a másik meg mondjuk zöld, akkor tudok különbségeket tenni. Hogy éppen biztosan melyik van a kezemben. Na, menjünk előre? Úgy néz ki, hogy mind a három szárnya az kb. Közel van a 100%-hoz. Itt még kettő fejlesztés, vagy a kettő oda, meg középre egy. Beszéljünk a helyi arcokkal, szinte megadják a... Ah, most négy emberrel is kell beszélnünk. Félau, Rhodes, Benitez, Kendall. Jó, megnézzük. Lehet, hogy ez már a vége. Ez már a vége volt. Micsoda? Lehet, mi? Hogy érted? Tehát ez volt a játék vége? Barakra 1000 pont kellene, nekem 1120 van. Fekete zóna műveletek nem kellnek, akkor ezt kihúzzuk valahogy. Upgrades are all working good. Thanks for helping out, agent. Lehet kellene már. És micsoda? De hát most azt akarod mondani, hogy hagyjam abba mára? Köszönöm, azt én tudni fogom. Nagyon kedves. Hey, nice to see you again. Milyen szöveg? Itt van Kendall. Ja, hogy annak, ami... Ja, jó, értem már. Nem akarok hiú reményeket átlenni, de nagyot léptünk előre. Azt hiszem, erőfeszítései lehetővé tették, hogy rekonstruáljuk a zöld halál mutációs ciklusát. Azonosítottam az összes fekete piaci DNS szekvenciát. Azoknak a mintáknak köszönhetően pedig, amiket a túlélőktől szerzett, sikerült antitestekhez jutnom a mi barátságos háztáji kórokozónk ellen. Nem már egyenes út vezet a vakcináig, nézze csak. Normális körülmények között én irányítanám a projektet, de Ann Arborban valamivel jobb a felszerelésük, én pedig itt ragadtam maguk között. Igen, nem tudom, hogy beszélgessetek nyugodtan. Ami rendben is van, Isten tudója, hogy rengeteg itt a tennivaló. De Chernenko, talán még Amherst is játékban van. Elég egyetlen eszelőse az, hogy az egész felboruljon. Mondja, hogy ez nem történhet meg, kérem. Kendallt várják az utógondozóban. Még rengeteg a dolgom. Ja, itt nagy komoly sztori van. Ezért is mondom, egy nagyon szerethető játék ez. Ugye, hogy nem élnénk túl egy újabbat, szóval lesz szíves. Oké. Okay. Nyilván az egész minden az én nyakamban van, ugye. Vegyük fel a szöveteket, amiket itt néhány óránként szoktak adogatni, és ebből lehet craftingolni, és egy csomó mindent. A gyógyszertár az nekem nem kell, azt megcsináltam, nézzük csak. Az orvosi szárny fejlesztések közül. Hát pont nincs egy ezres, a katasztrófa segélyezés, de a karantén megvan. A PALS módosítói vannak nyitva ezáltal. Néhány találkozót kellene még teljesíteni, és akkor utána 600 pontot összeszedsz, akkor minden ki van nyitva. Hogy működik a sztori, ha többen játszatok? Mindenki a sajátját csinálja, mindenkinek ugyanaz a sztori. Pontosan nem tudom, hogy csatlakozom máshoz, akkor most ugyanazt a saját sztoridat csinál, vagy hogy van.
Várjál, gondolkodjunk, itt kell lennie a főnöknek, ugye? Itt is beszélgetünk kellene a műveleti szobában talán. Vagy itt valamit csinálni kell? Ez micsoda? Ja, ezt a barakot most hoztam létre. Barakok segítenek majd, több emberünk legyen a közelben. Oké. Fejlesztett fegyverzet bolt. Na, ezt kerestük egészen végig, oda nézzenek. Jój, barátocskám. Itt vannak a jó fegyók. Az ejtőernyős SVD-ből nincs esetleg? Mesterlövész puska. Sokkal kisebb tárkapacitással, de a hatótáv az brutális. Meg a damage-e, ha megnézed, hogy 23 000-et lő. Hát jó, de ezzel csak egyszer kell valakit eltalálni, hogy rendesen meg legyen csinálva. Lehet értelmesebb lenne felfejleszteni magunkat. Előbb 28-asra, és utána megvenni az itteni cuccokat, ugye? És itt látszik, hogy a gépkarabé. Ellenség páncél, sérülés. Különböző követelmények, hogyha érvényesülnek, akkor látod, a fegyvereken kinyílnak talentek. Csak annyi kell, hogy a szívóságodat meg mondjuk a... Tehát, hogy a főstatok közül valamiket fentebb kell tápolni. 10 méternél közelebben a célponthoz sebzés 10%-kal megnő, fejlővés 12%-kal többet sebez ezzel a fegyverrel. És itt vannak, hogy milyen módosítókat lehet rátenni. Nagyon-nagyon mély egyébként ennek a customizálhatósága, személyre szabhatósága a fegyvereidnek ebben a játékban. Rohampuskát is tök szívesen használnék, azzal aztán biztos, hogy mocsokmód megtápolnék mindent. Kb. Mindegyik ugyanazzal rendelkezik, és csak itt ki van nyitva. Célpont megölésekor életerőt 6%-kal megnő. Ez tök jó. 5-öt kinyírsz, 30% HP-t visszaszerzel. Hát jó lenne, csak snipert szoktam használni, meg gépkarabét, pedig ez egy jó fegyver lenne, biztos vagyok benne. És azt, hogy a tartós adottság is ott van. A jelenlegi fegyverünkön látod, nincs is kinyitva minden. A ragadozó... Például, hogyha ott lenne az a ragadozó, célpont megölése 35% életerőt regenerál neked 20 másodperc alatt. Ez nagyon táp volna. Nem is kellene hozzá sok minden, mert a szívóságunkat kellene pusztán 20 ponttal megtolni. Azt lehet, hogy meg is tudom amúgy csinálni, mert az armorunkba nem hiszem, hogy raktam bele ilyen különböző módosítókat, pedig amúgy itt van, látod? Nézzük csak meg. Na, pont nincs olyan, ami a középső ágontól lőszerkapacitás fejlesztés a páncélban esetleg. Nem mondod, így sincs semmi. Vérzés ellenállás az mehet. És akkor ide még egy másik mod is belefér? Aha, ide valami más is belemehet. De most... Várjál. Nem, ez kinelhető szerintem. Aha. Talán inkább ide skint építhetsz be, és ebbe a páncélba. Bennem kellene egy olyan módosított középre, esküszöm. Ezek csak annyi, hogy tapadós bomba robbanási sugara megnő. Ez a tűzfegyver módosítás. Ezeket el ne felejtsem kivenni, mert meghűlök. Bármilyen is lesz, mint hibáztam, aztán nem lehet jóvá tenni. Adjuk már hülyeségeket. Tovább kell lépni, nem követni el ugyanazt a hibát, tanulni a hibáidból aztán viszontlátásra. És akkor itt tűzfegyver módosító van betéve. Lehetne venni egyébként ilyen módosításokat még. Hát ha találok itt esetleg olyat, ami megtolja, amit nekünk meg kéne. Jó drágák ezek is. Na de jó, de van 20 millióm, és ezek 30 000-be kerülnek. Hát itt akkor lehet, hogy veszek egy-kettő ilyen torkolattűzelfolytót, kicsi markolatot, piros pont irányzék, világos barna. Ezek még jót tesznek. Hát. Keressük meg Benitezt, hogy hol van. Speckó lőszer, lootolás. Hogyha eléggé kiúzod a bázist, akkor mindenféle dolgot vehetsz innen fel, amik segítenek neked a későbbiek során majd. Fertőtlenítő egységnél vár mindenki szépen a sorukra. Azt nézem, hogy hol megyünk fel a központi, vagy tudod, az elektromos bigyula szárnyba. Itt szerintem ez az. Műszaki szárny, na ez az. Nézzük, hogy itt tudok-e fejleszteni egyet. 400-ba kerül, hát ezt nem annyira húztuk ki, de akkor már minden 90%-on van, tehát nagyon közel vagyunk az igazsághoz. Újra kalibrálás. Itt a fegyvereket lehet megbirizgálni. Nézzük csak meg. És akkor, aha, tehát a fegyvereken, hogyha itt valamit leválthatod azt, hogy ragadozó. Tehát valami olyat válthatsz le.
Ja, és sorsol neked egyet? Fegyver készletek, és akkor kreditből 13500. Ez nagyon király, még ezt sem láttam, hogy ilyen random sorsolható dolgok vannak itt. Maszkoknál is ez van fent, és akkor, hogyha azt mondod, hogy válasz egy tárgyat, akkor ott különböző számok jelenhetnek meg. Na jó, hát és hogyha azt mondod, hogy a grafén lemez, vigyula, átmegyünk az életerőre, akkor lehet, hogy meg lehetne nekünk a ragadozó módosítás. Ez pont nem az volt, az elektronika volt. 236-ot cserélsz a 236-ra, biztos, hogy megteszed? Hát nem, de igen. 1200-ba kerül. De most ki is választhatod, nézd csak. És akkor átteszi. Óóó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 
rajta vannak már eleve, ez nagyon jó. Most nézzük a fegyverünket. Na hát a végére csak felfedezem, hogy melyik mit tud. Aha, most levettünk egy kicsit a technikából, elektronikából. 5 ponttal vagyunk a minimum alatt, viszont ezt meg tudom csinálni, hogy itt ennek a módosítását meg tudom tolni valahogy, ugye? Ha nem ezen, akkor talán ezen. Lőszerkapacitás helyett, hogyha átmegyek erre, akkor most a fegyverünknek a bónusza az megvan. Aha, kinyílt a ragadozó, látod? Hogyha ezzel ölsz, akkor szép HP regent kapsz, és itt ugyanígy itt is itt van. Finom hangolni kellett volna csak az utcainkat, hogy extra metal dolgokhoz férjünk hozzá, hát ezt nem gondoltam volna, de itt van. Echo-k vannak itt, 22-t találtunk meg a 63-ból, és Benitez merre lehet vajon? Műholdas kommunikáció, megfigyelési adatok? Ez mik ezek a megfigyelési adatok? Jaj, itt valami ízék vannak? Tisztíts, ezek valami achievementek, ugye? Aha, és akkor a jutalmakat, ha megcsinálod, akkor megkapod azokat a Division pajzsládákat. Ah, mennyi meg mennyi minden van ebben a gameben. Annyira szomorú volna, hogyha tényleg leállítanák majd egyszer. Már pedig lefogják, tuti. Hiába fog veszni azért a felhasználó tábor. Beszéljünk Rhodes-zal. És rendben rakta a dolgokat. Ez ilyen pillanatokban már-már felirett bennem a remény. Az nem hagy nyugodni, amit odakint talált. Úgy tűnik, hogy mégsem vagyok paranoiás, csak igazam van. Maguk a világ legmagyasabb, legjobban képzett és legjobban felszerelt ügynökei, és mégis akadt maguk között kapuk tojás. De nyerni nem fog, még ha maga netán másik gondolja is. Észrevett, hogy a maguk oldalán állok, ügynök? Az a fiú vagyok, pont azért akasz ki ez a dolog, mondja Rhodes. Ő a vezetőnk, ez a csaj balra. Ugye, hogy miért működik a demokrácia, mert egyensúly terem. Nem csak jogaink vannak, de kötelességünk is. Emberek belső gondolat kincsre, kincs van a birtokunkban, esküd bíráskodás, szavazati jogok. Ilyen hamar elveszíthetik, hogyha nem tesznek érte. Ingyen ebéd nem létezik. Balance of powers. And then some asshole decides to create the division. It breaks everything. Seggfej úgy dönt, hogy létrehozza a divisiont, és mindent megváltoztat teljhatalom elszámoltathatóság nélkül. Szemben megy mindazzal, amiről az országunk szól. Még szép, hogy nem működött. Mi maradt belőle? Jó szándék az. Még itt vagyunk mi is, mindannyian. Nem a jó szándék az egyetlen fegyverünk, megtesszük, amit kell, és nem térünk le a helyes útról. Hát, egy páran már, akik idejöttek az első hullámból, azok viszont a rossz oldalra kerültek. Egy adottságpont nincs kiosztva. Beszélnünk kell Roy Benitezzel és Faye Lau-val. Vajon azokat hogyan találod meg? Benitez, Faye Lau. Faye Lau az előbb itt volt, ugye? A terminálba biztos nem kell bemennem. Meg kéne találni őket, mert szerintem ez viszi tovább a sztorit. Azt fejlesztettük ki éppen a karantént, ugye? Erre már nagy szükségünk volt. Rendesen elkülöníthetjük a betegeket és a fertőzésnek kitetteket, míg a többiek biztonságban nem lesznek. Oké.
keressük még a többieket, hátha. Fél EU-nak itt kéne lennie. Hát esküszöm, ilyen nehezen NPC-ket még életemben nem találtam meg. A felszerelésbolt közben már rendelkezik itt módosításokkal. Ott van! You've done some impressive komoly dolgokat work, itt véghez, ügynök. The only thing that's made being stuck in here. Az egyetlen vigaszom ebben a zártságban az, hogy maga elvégzi odakint mindazt, amire én már nem vagyok képes. A város kezd magához térni a csapás kábulatából. Látszik, az emberek szemében már nem csak az életben maradáson jár az eszük. Fogalmuk sincs róla, mi mindent kell még túlélniük. Tízezredes fiai szívósak, mint a csótányok. Nagyot ütött rajtuk, de még mindig elég erősek ahhoz, hogy az egész városrészeket tartsanak rettegésben. Megerősítették az Egyesült Nemzetek komplexumát, náluk van Csernyenko, az orosz virológus, akivel Amherst dolgozott. Fasiszták a Nemzetek Egységének és Békéjének fellegvárában. Vicces fazon ez a Bliss. Mostanra egyértelmű, hogy az LMB-nek köze volt ahhoz, ami az első hullámmal történt. Azt is tudjuk, hogy legalább egy ügynök aktívan együttműködött Bliss-szel. Last Man Battalion épp elég problémás, önmagában Division technológia és tudás birtokába jut, összes eddigi áldozatunk és erőfeszítésünk hiába való volt. Mindketten tudjuk, hogy mi következik ebből. Be kell jutnia valahogy az ENSZ székházba, hogy elintézze Bliss-t egyszer és mindenkorra. Tisztességes ilyesmire utasítanom, de a tisztesség hetekkel ezelőtt elpatkolt. Intézel őket, ügynök. Oké. Akkor ezek szerint most kaptuk meg az egyik utolsó főküldetést talán. Hi. Beszélj Roy Benitezzel. Beszélnék én, csak mutassa meg, hogy hol. Ah, itt van, ő Benitez. Well, look who it is. Hey, hey, it's the conquering hero. Ódító ő személyesen. Nem hittem, hogy képes lesz végrehajtani, amivel megbíztuk. A legjobb az volt, hogy kiváltotta az elit katonáimat, akiket így kritikus pontokon vethettem be. I've seen worse. Take a look. Every criminal group that we've been dealing with is on the run. They're not all gone. Aminek odaléptünk. Még nem tűntek el, de jelentősen megcsapott a szerejük. Ez biztonság javul, az emberek kezdenek újra kimerészkedni az utcákra. Szóval az emberek sorban állnak ellátásért, élelmekért. Összefutottam a pasossal, aki Sharky, nem tudom mit vitt haza a Queensben. Azt mondogatja, hogy újra kinyit. Ha kicsit hunyorítok, látom is a feltámadt New Yorkot, mondják. Ennyit az öntöménezésből, az LMB még áll. Komoly munka vár ránk, oké. Lássunk hozzá. Maga nem semmi cimbora. Kösz, kösz haver. Köszi. Na, ez királyság, hogyha most akkor ezzel megvagyunk, gondolom most jelenik meg a következő főküldetésünk, ugye? Vagy lehet, hogy itt még kicsit szintezni kell esetleg a karaktert, ez mi? Közgyűlés, level 28. Aha, ez az. Bliss ezredes, Damaszkus tervezőt kapsz. Hí, de szívesen megcsinálnám amúgy. Rejtek helyet is kinyitottuk ide hozzá. De nem tudom, hogy ez az utolsó küldetés. Meg kéne nézni, hogy melyik a... az utolsó küldetés ennek a... Mindjárt nézem. Micsoda? Division Full Game Walkthrough 4K60fps 5 óra 50 perces VOD. Beszarsz. Valaki 5 óra 50 perc alatt végigment a játékon? Ez valami speedrun lehet. 18 campaign mission van és 15 side mission. Mindjárt nézem, bocsánat, már mindjárt ott vagyok.
Nehezen értelmezem, hogy most itt a story missions, na ezt keresem, igen. De itt különböző ágakra van ugye bontva minden. Medical missions, security missions, várjál. És ez egyik sem, mert itt már valami más van. Ja, hogy ez a General Assembly, ez lehet a közgyűlés, ugye? Igen. Aha, és gondolom ez itt az LMB-nek az elintézése, és utána van még egy unknown signal. Hát akkor ez már a játék vége. Ismeretlen jel. Talán. Mondjuk lehet, hogy ez nem az, lehet, hogy ez csak valami kiegészítő mission. Akkor elérkeztünk a végéhez a játéknak. Na hát gondoltam, hogy ott leszünk, hogy befejezés, de akkor majd éjfél után fogjuk ezt folytatni, és nagyon örülök neki, hogy ma ezzel a két epizóddal letudtunk a játékból kettő külön, vagyis egy három főküldetést, nem tudom, 4-5 mellékküldetést, volt néhány találkozás. Szerintem nagyot mentünk, és szintet léptünk nem tudom hányat. Azt hiszem 23-on kezdtünk, mindjárt 28-asok vagyunk. És ha 28-ra felmennék, akkor itt oldalt lehetne fegyvereket vásárolni. Még az is lehet, hogy tolom tovább a kis találkozókat, és akkor meg tudjuk csinálni itt az utolsó 60 biztonsági szárnyel látmány. Aha, tehát hogy akkor ezek a találkozók 60-akat adogatnak. Jézusom, és valahol még 600 hiányzik, tehát akkor 10-et meg kéne csinálnod. Jeez. Aha. Hát jó, hát ez olyan, hogy offline kell ezeket a dolgokat csinálgatni, és akkor utána kifullozol mindent. Jó, de nagyon jól éreztem magam, ez volt a lényeg. Nagyon frankó ez a játék még mindig. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy bármiben így hiányt szenvedne, és akkor ugye még itt van ez a survival mód is benne. Az egyszerűen rohadt jó. Az aztán a teteje az egésznek. Szóval innen folytatjuk akkor a befejezéssel a következő epizódban. Lehet, hogy addig egy kicsit rányomok ezekre a random dolgokra, ami igazság szerint gondolom nektek annyira nem lesz majd érdekes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Én még vodokat fogok itt vagdosni. 3 darab vodot ma meg kell csinálni, mert befejeztük a Princess Peach Showtime című játékot is a mai alkalommal. És akkor azokat meg kell vágni, zuhanyozni, enni szeretnék mindenképpen. Egy filmet akarok vetíteni a Discordra. És innen megyünk tovább. 8 éves játék, annyira végül is nem öreg. Ja nem öreg játék. Csak azt mondom, hogy még most is megy, és már nem biztos, hogy sokáig meg lehet ezeket a missziókat csinálni. Nem lepődnék meg rajta, hogyha a Ubisoftnál azt mondanák, hogy figyelj, most már csak 1000 ember miatt nem fogjuk fenntartani a szervereket, akik napi szinten játszanak. No. Úgyhogy innen megyünk akkor legközelebb, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Szerintem nagyszerű volt ez a mai Division-ezés. Mondjuk igazából ilyen magamnak játszós játék volt ez. Alkalmazás bezárása, és akkor innen megyünk legközelebb is. Jó, a héten ezt még befejezzük, meg befejezzük a Stellar Blade című játékot is, az holnap este lesz majd. Fogunk Songs of Conquest-ezni a 3.-4. misszió után, az első kampány lehet, hogy végig is megy a hétvégén. Lesz Darkest Dungeon, úgyhogy készüljetek, mindenféle nagyon király játszásokkal fogunk nyomulni majd még itt a hétvégén. Ilyen üzemmód, így van. Fű, elfáradtam. Még hosszú is volt a mai nap. Bár annyira nem, mert 6 órán. Ja igen, mert későn kezdtem, ugye. No, hát hogyha szeretnétek még több végigjátszást nézni itt a csatornánkon, és szeretnétek támogatni a fennmaradásunkat, meg a fejlesztéseinket, akkor vannak a vodok leírásában mindenféle lehetőségek a támogatásra. Patronusnak lenni a legkirályabb dolog. Nagyon szépen köszönöm nekik, Szilajkának, Barkatának, Oldmurkroának, Fekete Reteknek, Suzinak, John Zutinak, Puki Bubinak, Dorcsicnak és Sajtostájfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Bekkának, Zsolt B-nek, Banyegnek és Lódernek, Goremnek, K. Péternek. Köszönöm Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Dawn-nak, HB2017-nek, Kat81-nek, Dark-nak, Deftornak, Dominiknek, Spectrának, Inter Cizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Sir Lófinak, Korinak, Kolkernek és Simon G-nek, Kismarcinak, Irengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak, Sesamnak, Nabu95-nek, Benesannak, Zsé Istvánnak, Sarumunnak, az Astromókusnak, köszönöm szépen Ninja Kölnek, Coolersnek, a titokzatos 52-nek és 53-nak.
Köszönöm V. Balázsnak, V. Ádámnak, Bab Hercegnek, Bucsernek és Neomacskának, a YouTube-os támogatóinknak is, és az xzone.hu-nak, hogy támogatják a csatornánkat mindenféle kis műtyűrrel, lemezekkel és egyebekkel. Hamarosan jön a júniusi adag is egyébként. Holnap már június lesz. Azt a mindenit, holnap a hónap utolsó napja. Csí, komoly. Na vigyázzatok magatokra és jó éjszakát. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ciao.